Anya! Anya! Itt vagyok, kisfiam, mondjad! Képzeld, hoztam egy 5-öst matekból. Ne hülyéskedj, hát akkor ezek szerint nem fogsz megbukni. Nem. Nem hoztam, csak képzeld el. Köszönöm, hogy nevettek. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én azért vagyok most itt, mert sajnos nem kaptam jegyet az előadásra, és azt mondták én, hogy a színpadon biztos van hely, tehát végül is van. Remélem, nincs itt egy zenekar, mert azt mondták, hogy vigyázni kell, mert hogyha valaki följön a színpad, és mögött egy zenekar van, és valami olyan mozdulatot tesz, hogy félreérthető, akkor egyből valami lesz. Nem is tudom, megpróbáljuk, jó? Félek, hogy lesz valami. Ugye megmondtam? Vagy pedig? Hát ez az. Ezért nem akartam én innen följönni. Mindjárt még egyet próbálkozok. Hát akkor mégiscsak zenekarvezető vagyok, vagy karmester, vagy ilyesmi. Szólót játszott Halkovics Ágnes! Bravo! Volt egy karmester barátom, aki a koncertjén azt mondta, hogy azért lettem karmester, mert nem szerettem gyakorolni. Van egy-két növendékem, aki szerintem karmester lesz. Szerintem van olyan. És itt is vannak. Akkor vágjunk bele, jó? Mindenkit szeretettel köszöntök, örülök, hogy itt vannak. Kezdődjék a buli. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük! Nem tudom, hogy Sylvester Stallone-nak a filmjét látták-e, vagy hallották-e a filmzenéjét. Ez az volt a Rocky című filmnek a filmzenéje. A szólisták Szőke István gitárosunk volt, és Rászki Roland első trombiták. Önök eljöttek el a koncertre, és gyakorlatilag végülis oda volt írva, hogy kik játszanak, de azért hagyd mutassam be a zenekart. Ők a 17 Big Band, a zeneiskola zenekara. És akkor hagyd mutatkozzam be én is, hát ha valaki nem ismer, nevem Zsolt. 97, 98, 99. 100 Zsolt. És akkor jöjjön most egy nagyon egyszerű témára feldolgozott darab, a szám címe Sea Jam Blues, Duke Ellingtonnak a szerzeménye, és vendég szólistáink vannak. Egyébként ez a koncert, ami ilyen zárókoncert gyakorlatilag a zenéskolának, a Big Bandjének a zárókoncertje, mindig hívunk nagyon-nagyon sok vendéget. Most például hegedűn György Andrea fog játszani, tanára Antal Tibor, gyere Andrea. Gitáron Pap Milán, tanára Hegyi Tibor, zongorán szólista Halkovics Ágnes lesz, tanára Halkovics Ágnes, és a szaxofon szólót Uher Bálint fogja játszani, tanára Uher Bálint. Ez Duke Ellingtonnak egy nagy, ezt mindenki szereti, tehát C-dur blues gyakorlatilag, mindenki szereti ezt a témát, a kezdő jazzisták is, mert nagyon egyszerű témát dolgoz fel az egész. Mindjárt a hegedűs leányzó megmutatja, csak az elejét, mutasd meg kérlek. És ez megy körülbelül 123-szor. Úgyhogy ennek egy, persze természetesen egy meghangszerelt változata fog következni. Következik Duke Ellingtontól a Sea Jam Blues. Kérem, hogy tapsoljanak, hogyha tetszik. Ha nem tetszik, akkor is. Thank you.
a szólisták. Köszönjük a tanáraiknak, hogy ilyen csodálatos embereket neveltek. Folytatjuk műsorunkat, egy olyan hangszerszóló következik, amelynek az oktatása nincs a zenéiskolánkban, de szerencsére az egyik szaxofonosunk, az főleg harmonika tanár az egyik iskolában, majd azt elmondom a második felébe, addig szenvedjenek információ éhségbe. Egy nagyon híres, hát mondjuk általában híres dalomokat szoktunk játszani, darabot játszunk, a Blue Moon. Az angolosok tudják, hogy ez a kék holdat jelenti. Viszont nem tudják, ezt én is nemrég tudtam meg, hogy a kék hold az mit jelent. Ez jelent valamit. A kék hold állítólag az, amikor egy hónapon belül másodszor van teli hold, az amerikaiak ezt hívják kék holdnak. Úgyhogy következik a Blue Moon, és Farkas Judit fogja előadni a szólót harmonikát. Bocsánat, hagyd mutassam be kolléganőmet, aki segít konferálni, hogy egy picit szusszadjak. Szusz. Jó estét kívánok! A most következő dal címe Summertime, George Gershwin egyik híres operájának, a Porgy és Bessnek 1935-ben bemutatott operájának egyik áriája. A mű egy afroamerikai közösségben játszódik, és egy kriplikoldus és egy kábítószerfüggő nő nagyon különös szerelméről szól. Állítólag Gershwint egy ukrán altatódal ihlette, amit még az ukrán nemzeti kórus előadásán hallott New Yorkban.
Tehát ez a dal következik most, Kisvirág fogja önöknek elénekelni. Kisvirág a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, és tanára T. Baranyi Krisztina. Thank you.
Azt nem tudom, hogy mondták, hogy talán a téban egyik Krisztinát. Mondtam? Nem, ma én is mondom. Gratulálok. Azt az előbb elfelejtettem mondani, csak mondtam, hogy kollégám jön, de Gáspár Ritát látták és hallották az előbb, mint ahogy most is ő következik. Csikó Rea az elmúlt 50 év egyik legjobb zenésze volt. Hasonlították Bartókhoz is, rengeteg Bartók művet játszott a 70-es években Herbie Hancockkal. A legtöbben azonban mégis improvizációiról és jazz standardjairól ismerjük. Azt viszont kevesen tudják, hogy dél-olasz származású, nagynénje gyakran nevezte őt Csikinek, azaz Szemtelennek, így ragadt rá a Csiki becenév. Többször szerepelt a MÜPA-ban, 2021. novemberében is tervezett jönni Magyarországra. A MÜPA 15 éves születésnapjára írt egy darabot, azt hozta volna magával, de az év elején meghalt. A darab mégis felcsendült a MÜPA színpadán, három zongorára, bőgőre és dobraért darabot zenésztársai adták elő. A Seventeen Big Band ma esti koncertjén Hegyi Tibor hangszerelésében hangzik el Csikó Rea 500 Miles High-t. Szólót játszik Strauss Eszter szoprán szaxofonon és Hegyi Tibor gitáron. És UR Bálint szaxofonon, az lehet, hogy nincs oda jó. Thank you.
mint szaxofon. Szauszeszter és Hegyi Tibor, és ő a hangszerelő is. Fantasztikus volt, köszönjük szépen! Most pedig egy énekes fiú jön, akivel mostanában az utóbbi időben nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon jó kapcsolat kialakult köztünk. Zenei kapcsolat természetesen. Ja, hát érted azért, álljon meg a menet. Neményi Zoltánt hívom a színpadra, aki a Bicska Maxit fogja előadni. Szerintem ismerik a dalt. Bravo, bravo. Neményi Zoltán. Thank you.
Majd a második részben is. Azt üzeni. Ilyen szerény. Elénekli, azt elmegy. Kész. Ilyen ember, hát erről van szó. Most egy nagyon szép trombita szóló fog következni. I remember Clifford. Clifford Brown emlékére, aki egy trombitás volt, írta egy szaxofonos Benny Golson ezt a darabot. 25 éves korában halt meg Clifford Brown, de annyi idő alatt nagyon ismert élet Amerikában, és ennek a emlékére írta meg ez a szaxofonos Benny Golson a darabot, amit Grös András fog eljátszani trombitán. Thank you.
Kösz, András! Nem azért mondom, de tanára Szász Zsolt. És nem azért. Jó, de hozzáteszem, amikor hozzám jött, akkor már ugyanígy trombitált, csak kicsit finomítottam. Na hát azért ez csak most önök tudják, a többiek nem. Hát most jön egy vadállat. Vá! Csirke! Az vadállat tud lenni ám. Igen. Most, hogy nézem, az jön. Aki ebbe szólozni fog, azok elég érdekes emberek, illetve akik már voltak. Tehát Uher Bálint, szaxofonos Strauss Eszter, és egy nagy visszatérő ember, aki nálunk régen gitározott, aztán 10 évig nem jött, mert elment Angliába, nem tudom hova, és mire visszajött Magyarországra, azt vette észre, hogy már tud basszus gitározni. Tehát elhívtuk. Mondom a nevét is, Sajó Endre. Soha nem felejtenem. Tehát ő is fog szólozni. Jöjjön egy nagyon híres, tényleg ez is a jazzisták között ismert, a Chicken. Tehát jöjjön a Csirke.
világszerte népszerű zenével zárja Seventeen Big Band a ma esti koncert első részét. A darabot 1930 körül írták, számos átdolgozását gyakran használják a latin táncosok körében. A Seventeen Big Bandet most Balogh Lázár, a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője fogja vezényelni, de mielőtt ez megtörténne, szeretnék önökkel játszani. Egy találós kérdést szeretnék feltenni, ami a darabhoz szorosan kapcsolódik. A bika viadaloknál a matadorok vörös anyagot lengetnek a bikák előtt, ezzel is hergelve őket a mozgásra. Ki tudná megmondani a választ, hogy valóban tényleg kell-e, látják-e a bikák a színeket? Aki jelentkezik, és oda megyek, az egy spanyol olívabogyót fog erre a helyes válaszra kapni. Jelentkezők. Ott egy hölgy, ott maszkban. Vagy hogy bekéne, lehet, hogy a másik oldalra megyek, és akkor a mikrofont. Én úgy tudom, hogy színbakok, tehát csak a mozgásra reagálnak. Nagyon helyes volt a válasz. Köszönöm. Lehet, hogy most ki kéne azért próbálni, majd meglátjuk. Következik España Cani, a Seventeen Big Bandet Balogh Lázár vezényli. Szünet után várjuk vissza önöket.
kedves közönség, nagyon örülök, hogy ilyen sokan visszajöttek. Annak ellenére, hogy az első fél idő olyan volt, amilyen. A büfések mondták, hogy minden oké. Tehát rendben volt a fogyasztás. Menjünk akkor tovább. Minden évben, ugye most már ugye három, vagy két évig nem volt egyáltalán koncertünk, de minden évben, amikor van koncertünk, akkor mindig hívunk különleges produkciót, ez most is így van. Hallgassák nagy szeretettel a Harmonikás Brass Bandet, akik a Dunaharaszti és a Soroksári Zeneiskola harmonikás zenekara, akinek a zenekar vezetője Farkas Judit. A műsorokban három számot fognak előadni. Ez tényleg azért is különleges, mint mondtam, hogy a zeneiskolánkban nincsen harmonika tanszak, legalább megismerik a harmonikát, és főleg hát ennyi harmonikást én még nem láttam életemben, így összesen együtt. Tehát következzék, az első száma az Mishirói Kelet-Mediterrán Némzene, a Taxi című film főcímzenéje. A második szám Mi halk a lélek? Hans Lang, Jacques Hellang, hú, de nehéz. Björk és a Klottenburg Singers nyomán a harmonikás vonatkozásokat felelevenítette és átdolgozta Farkas Judit. A harmadik szám Harry Belafonte Jump in the Line, Állj be a sorba, Kalipszó ritmus, Kísértett História című filmzenéje. Hallgassák őket szeretettel és nagy tapssal.
Thank you.
Van itt valaki? Nincs, jó. Akkor nyugodtan merem mondani, hogy a következő szám az, az én kedvenc számom egyébként. Ez egy zenekari darab, utána jönnek majd a szólisták. És tényleg gratulálok az előbbi harmadik a zenekarnak, és főleg azért örülök, hogy annyira tetszett önöknek, és tényleg azért, mert hogy ritkán hallani egy ilyen nagy zenekat, ilyen sok harmonikással. Következik a 70 Big Bandtől, akinek a vezetője, köszönöm szépen, a String of Pearls. Számom, mindjárt megnézem, mi jön most. Jaj! Most jön egy csa-csa-csa. Mégpedig egy olyan leányzó fogja énekelni, akinek az anyukája az én kislányomnak, aki már nagylány, volt az általános iskolai tanára. Jöjjön! Tehát az ő anyukája, az értékpártok, tehát nem magyarázom. Tahon Laura, Szvé, csa-csa-csa!
Dances may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins. Make me thrillers, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill, only you know how. Sway me smooth, sway. Most is egy különleges előadónk következik. Nálunk zongorat tanárként és zongora kísérőként van, szerepel, stb. Viszont elkezdett énekelni T. Baranyi Krisztánál. Mindjárt mondom a nevét. Velem is próbálkozott a Kriszta, de nem volt esélye. Úgyhogy következik Jimmy, azaz Felcsik Tibor, aki a Feeling Good-ot fogja énekelni. Pillanatakottát keresünk. Tudja kívülről, csak önök miatt, azért biztonságban. It's a new life.
running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. New dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonflies are in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. This whole bird. Egyébként annak örülök a legjobban, hogy látom, hogy vannak itt volt növendékeim is. Szevasztok! Jó, csak mondom, de tényleg ez fontos, hogy tudom, hogy ők jók voltak, és jók most is, és hogy eljöttek. Menjünk tovább. Jön egy nagyon kedvenc számom, Hoffi Gézának volt egy sok jó darabja. Ez egy lassú szám, és egyszer hallottam szaxofonnal, és arra gondoltam, hogy megszerzem. Ezért fel kellett hívnom Malek Miklóst, hogy engedélyez ilyet, de tényleg így volt, hogy ezt mi játsszuk. És ő engedélyezte, úgyhogy következzék a Söprik az utcát, már pedig Uher Bálint fogja előadni szaxofonon. Sajnos nem tud énekelni, ezért szaxofonos. Következik, Söprik az utcán. Mm-hmm.
Bálint! Köszönjük szépen nevében, nincs erre idő most már. Menjünk tovább, kész. De egyébként ugyanazt érzem én is mindenek, ha ez megjutatja önöket. Hát... Neményi Zoltán az előbb nem jött vissza, ugye, amikor visszatapsolták. Nagyon mérges voltam emiatt. Úgyhogy most ő jön megint. Egy magyar származású néger énekes darabját fogja előadni, Bega Lajos. Ismerik, Louis Bega. Következik, Mambo No. 5.
nem tudtam rájönni, hogy nekem tapsolnak, vagy neki, minden esetre végül is jó volt. Aztán én csak úsztam, meg áztam. Hoppá! Jött két fiatal ember, mikrofon van. Itt a másik. Nem szól. Hószóz, kis pajtás. Az nem baj. Ez szól. Ez igen. Ez is. Lassan vége ér a koncertünk, de csak nagyon lassan, még van másfél óra nyugi. Hát játszottunk ma már film... Az kéne. Ugye? Játszottunk ma már filmzenét, most is azt fogunk játszani. Néma filmzenét. Ja, Isten. Tudtam, hogy... Jó lenne. Tudtam, hogy őkünek baj lesz. A következő, a Muppet Show-nak a főcímzenét fogjuk eljátszani. Hogyha nézték a Muppet Show-t még fiatal korukban, akkor láthatták, hogy volt két öreg ember, az nálunk most két fiatal ember fogja megvalósítani. És azt játsszuk el most. A két öreget Horváth Attila és Krocsmarik István fogja előadni. Ők a zeneiskola technikai személyzete egyébként, és mindenben minket segítenek. Egy külön tapsot kérünk nekik. De most nagyon rendes emberek, de próbáltam nekik mondani, most legyenek rossz májúak. Úgyhogy legyen a Muppet Show, és ha lehet, akkor amikor vége a számnak, ne tapsoljanak, mert meglepetés következik majd utána, jó? Na én arra kíváncsi vagyok, hogy le tudják-e játszani egyáltalán ezt a számot. Ha engem kérdezel, szerintem ez borzalmas lesz még akkor is, ha tavaly óta megtanulták a kis tercet. Vagy a nagyot. Sikerült, rosszabb, mint tavaly volt. De még mindig jobb, mint amilyen jövőre lesz. Akkor mi már viszont nem leszünk itt. Legalább emeltük az S színvonalát egy kicsit. Legalább. Menjünk a fenébe. Na. Jobb a látvány, mint a halvány. Köszönjük szépen. Nem ezt beszéltük meg, de sokkal jó volt, mint amit megbeszéltünk. Az utolsó szám előtt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a zenekarba régóta részt vesznek, azoknak is, akik újak. Ugye most már 3 éve nem találkoztunk, mert ugye 19-ben volt utoljára ilyen zenekari koncert, Big Band koncert. Ugye a pandémia miatt nem volt, és ezért nem tudtuk megünnepelni azokat, akik újonnan jöttek a zenekarba, akik bizonyos ideje itt vannak, ők még nem tudják. Van, aki nem is tudja, hogy mennyi ideje van itt a zenekarban. És azoknak is meg szeretném köszönni, akik alapító tagok. Sajnos egyel kevesebb van már alapító tagból, már csak 2 maradt, mert az egyik az vidékre költözött, nem azért, mert hogy bármi más történt volna. Először is szeretném megköszönni azoknak, akik őnekik egyelőre csak taps jár, akik frissen, tehát gyakorlatilag 19 óta jöttek a zenekarba, nagyon sokat segítenek a zenekar munkájába, és ezért a nevüket szeretném felsorolni. Aki új tag, az
például mondom sorban Labadics Réka, a szaxofon. Hoppá, hoppá! Jó van, azért hallották. Hallották azért, hogy fúj. Jó, akkor rendben van. Nincs probléma. Jó van. Frank Dóra. Kopcsek László. Ő is új tag a zenekarban. A legújabb tag, aki gyakorlatilag két hete jött a zenekarba, és már nálunk játszik. Ő klarinétos volt régen, és mondta, hogy ha lehet, akkor jöjjön. Mondom, persze, hát gyere. Vince István. Két hete van a zenekarban. Aki már egy picit régebb óta, de azért meg kell említeni, mert legutóbb nem volt még a zenekarban. Kozma Bence trombitás. Van neki legalább két Lada szamarája, meg három Lada autója, úgyhogy ilyen régi autókat gyűjti. Ha kérdés van, akkor a szünet vagy a előadás után nyugodtan mondják meg. Aki még új, Grös András, szintén trombitás. Aki a szólót játszott, és nagy sikere volt. Szintén új, az én közvetlen főnökömnek a lánya. Jaj, de meg is a lábam. Antal Klaudia, klarinét. Van olyan, aki már volt helyettesként a zenekarban, de gyakorlatilag, amióta állandóan van, az új tagnak számít. Harsányi Péter. Harsányi Péter, Harsányi Pál. Na ezért nem lettem énekes. Szintén új, Halkovics Ágnes. Aki gyakorlatilag Leményi Zoltánnak, azt elfelejtettem mondani az előbb, az ének tanára is. Tehát gyakorlatilag egy összefüggőnek ezek a dolgok. A zenekar legfiatalabb tagja, állandó tagja, aki már velünk óvodáskorá óta együtt játszik. Hamarabb ismerte meg a kottát, mint a betűket. Frank Ádám dobosunk. És még egy új tag, aki szintén azóta, mióta nem volt koncertünk, csatlakozott a zenekarhoz, és nagyon örülünk, hogy velünk van, Boros Gyevi Ádám trombitás. És akkor jöjjön a lényeg, amiért már emléklap is jár. 5-10-15 év után és 20 év után is adunk emléklapot, és ezt aztán azt a zenekari tagoknak. Mivel, hogy tényleg nem volt régen koncertünk, tehát aki 5 éve lett volna akkor, amikor már nem lehetett koncertet tartani, ezért most 7 éves tagja alkalmából szeretettel adjuk át az oklevelet Dr. Nagy Henriettának, aki 7 éve van velünk. A lányok azok csokit kapnak. Várjál. Tehát 7 éve van már velünk. Ez nagyon fontos, hogy minél többet legyen együtt a zenekarra valaki, mert végülis attól fejlődik a zenekar. Hogyha, ja, és az a másik. Mindenkinek mondom, hogy ne menjetek el a zenekarból, mert ha elmentek, akkor mindig kettő jön helyettetek. Tehát azért van ilyen sok szaxofonos, hogy elmenek a szaxofonosok, aztán mindig kettő jön. Hát remélem, hogy nem megy el senki, mert jövőre ma nem fértek el. Aki 10 éve van itt, ők se tudják, nem mondtam nekik, tehát ez teljesen meglepetés. Például, illetve úgy értve 10 éve, hogy volt egyszer 5 évig, aztán elment, és aztán megint visszajött, és azóta is 5 évet előtt megjött ezt, az mindenki tudja. Kun Norbert. Nagyon, neki is nagyon köszönjük a zenekari részvételt.
Szintén van egy nagy visszatérőnk, aki volt már itt más hangszeren. Most csak hagyj izguljanak a többiek, még nem mondom el, hogy milyen hangszeren volt. Alszaxofonon volt. Most pedig szoprán szaxofonon és fuvolán is játszik. Most már tudja. Hó, már itt is van. Strauss Eszter, aki gyakorlatilag 10 éves tanítja a zenekarnak. Gratulálok. És van még egy, aki a kedvencem, de ezt ő nem tudja. Harsonás. Még most se tudja. Most mi velekednek össze, nem? Nem, jó. Aki szintén 10 éves stabil tagja a Big Bandnek, menj hát Pál! És nagyon köszönjük az ő munkáját! A feleség egyébként a igazgató helyettes volt egy darabig itt a zeneiskolában, úgyhogy ő most nem kap semmit, nyugi. És akkor van még valaki, menjünk tovább. 15 éve van a zenekarban, szintén olyan hangszeres. Hú, de izgulnak most. Azt se tudják, hogy ki az. Mutatom. Erdei András, 15 éve van a zenekarunkban. Köszönjük neki! És arra gondoltam, hogy már ilyen papír dolgokkal nem fogom terhelni azokat, akik alapító tagok, de azért egy borral, meg egy csokival megköszönöm a munkáját az alapító tagoknak. Elfelejtettem. Simon Júlia, bariton szaxofonosnak. És Szőke Istvánnak. Gitárosnak. Nagyon szépen köszönjük és önnekik, és köszönöm, hogy így kitartottak a zenekar mellett. És akkor jöjjön az utolsó szám, ami szintén egy, hát ugye volt már filmzene, most megint egy filmzene jön, a Hihetetlen Családnak, amit 2004-ben mutattak be, és 2005-ben Oscar-díjat nyert, annak a filmzenéje következik. Ezzel búcsúzunk, köszönjük, hogy eljöttek, a mostani és a volt növendékeimnek is köszönöm, hogy eljöttek. Hát főleg azért, mert Rombita után ők is karmesterek lesznek állítólag. Meséltem, ugye? Nem mondom be még egyszer. Úgyhogy viszontlátásra és jó éjszakát. A Hihetetlen Család következik, befejezésül.
Még a végén azt hiszik, hogy nem tudok trombitálni. Egy ráadásra készültünk. De aztán semmi más. Nem cicózunk, menjünk haza. Mennyi az idő? Jézus Mária, 9 óra. Hát akkor gyorsan. Dupla tempó, gyerekek. Tehát búcsúzóul egy ráadást azért tényleg megérdemelnek, és köszönjük, hogy eljöttek, és nagyon jó közönség voltak, és szerintem a fellépők is félelmetesek voltak. Úgyhogy viszont látásra következzék, nem aktuális, mert már nem az van, a cseresznye virágzás. Köszönjük, hogy eljöttek még egyszer. Egyre vigyázzanak, hogyha hazafelé menek és kocsival jöttek. Csak a járdán, kocsival csak a járdán. Nem azért, mert a balesetek mindig az úton szoktak lenni. Úgyhogy semmi gond, vigyázzanak, viszont látásra jövőre találkozunk.